Éveken keresztül arra koncentráltunk, hogy infrastruktúrát, jobb életkörülményeket biztosítsunk a Székelyföld lakói számára. Meggyőződésem, hogy a következő évek legnagyobb kihívása a gazdasági fejlődés, a munkahelyteremtés, a biztos megélhetés Székelyföldön. A választási plakátomra azt írtam: otthon, jövőt Székelyföldön. Én ebben hiszek, ez szerint élek itt Székelyföldön, ezért dolgozom. December 9-én jöjjenek és szavazzanak az RMDS-re, szavazzanak az otthonunkra, a székelyföldi jövőnkre.